Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert. Folytassuk, lehetséges, hogy már a megbízásokat, az összeset megcsináltuk. Úgyhogy folytassuk, és azt gondoltam, hogy ezt az irodámat át fogjuk telepíteni máshol. A tengerpartra, így van. Úgyhogy most megnézzük, hogy először is, hogy vannak-e megbízások. Ha nincsenek, akkor ezt a házat eladjuk, mert ez már eléggé ózsdi. És egy luxus helyre fogunk költözni, vagyis hogy az irodámat luxus helyre rakjuk, méghozzá a tengerpartra, ahogy mondtam korábban. Jaja. És olyat kellene, ahol jó a kilátás. Na most azért nézzük meg, hogy vannak-e megbízások. Óha, hát nincsenek. Gondolom ezek majd lesznek. De tulajdonképpen ez milyen jó lenne? Ez melyik volt? Na mondjuk ez egy jó. Mondjuk ez sem volt rossz, de ez jó. Igen. Ez jó lesz. Ez milyen? Újra kezdés? Nem, kezdjük újra. Becsuk. Hát akkor vissza, és hát akkor a böngészőbe. Megnézzük. Ez majd el lesz adó. És akkor nézzük csak meg a házat. Hú. De az van, hogy melyik? Ez volt. Vagy nem ez. Nézzük meg ezt. Tengerre néző ház. Aha. De várj csak. 100 éves ház, modern ház, családi ház a tengerparton, 183, meg mennyi? És csak ilyen kis lyuk, hoho, hát akkor azt fogom megvenni. És csak haj, gólyalápház. Na jó, akkor a családi házat, ezt. 183. Kell az irodának egy ilyen. Ó-ho-ho. Király. Jó. Vegyél házat. Menjek. Na, hogy megyek. Na, ezt kell felújítanom. Jó lesz. Szét kell vennem mindent. Így van. Az összes falat kiütöm, és akkor újra fogom tervezni az egészet. Na, itt vagyunk. Hát ez egy kis kert.
Ja? Én nem akarok nézni. Nézzük csak meg. De jól néz ki. Jó, ez nem teljesen a tengerpartra néz, de jó lesz ez. Aha. Jó, hát szerintem akkor... Jaj, ez sok kis lyuk, ugye? Állaz. Szerintem innen mindent eladunk, jó? Igen, hát ezt is. Igen. Milyen gyerek szoba volt. Ez lesz az irodám egyébként, úgy tervezem. Nem kell az oda. Nagyobb fürdő szoba lesz egyébként. Úgy mondom. Igen, ez egy... Jó. Wow, de jól néz ki. Na, hát akkor tulajdonképpen elkezdjük kiütni a falakat. Kalapács kézbe, és előtte még azért... Ja. Majd jó lesz később. Most falat bontunk. Sőt, az egész házban először a falat lebontjuk, és utána átszabjuk teljesen. Ez mi kis irodánk lesz. Tágas. Tágas lesz. Az igen. Jó. Az durva. Elég nagy terület lesz majd itt. Jó. Mindenképpen... nem is tudom, 4 helyiség lesz itt? Vagy 3? Majd még meglátom. Az biztos, hogy... hogy elég tágossá teszem. Ez mi ott? Szüntetem a kapcsolókat. Meg
kidobja a lámpát is. Jó. Hát akkor folytassuk. Ez az. A másik szinten is megcsinálom. Jó. Szép. Itt biztos, hogy így lesz megcsinálva. Egy. Az lesz majd az irodám. Vaj, lehet, hogy mégse iroda lesz az, hanem valami más. Na, mi az? Azért. Fölrakjuk a falakat. Még lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy... Az igen. Aha. Jó, hát... Miért így csinálom, miért... Mindegy. Az a lényeg. Hogy most így kiütöttem a falakat. Most a másik helyiségen is eladom az összes dolgot. Ez marad. Itt is van egy ilyen kis lyuk. Nem is tudtam. Mm-hmm. Jó. Jaj, de kicsi ez a konyhai. Mindenképpen ezt tágasabbra fogom helyet tenni. Konyhából nyílik egy fürdőszoba. Hát ez érdekes volt. Jó. És ilyen két spotlámpa, ami alig... Jó. Hát akkor tulajdonképpen üssük ki. Hogy mi? Ez így. Elég érdekes. Mindenképpen nagyobb. Ezt így a konyha.
fürdőszoba. De a beosztásokat kell valahogy szépen megcsinálni. Fönn már kipucoltam mindent. Ó, teljesítményt értem el! Ó! Nem láttam, hogy mi volt. Túl gyorsan ment le. Ezt a kis szegletet. Valami open room volt, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy most, hogy így kivettem az összes falat, lehet, hogy ez is volt egy teljesítmény. Nem tudom. Na. Megvan? Lepottyant még pára. Jó, hát igen. Tulajdonképpen, hát... ez a lépcső, úgyhogy itt nem tudunk. Csak így. Ha minden esetre... itt akkor... csinálunk ide egy... aha, csinálunk ide egy ilyen elválasztót. Na nézzük csak. Itt van 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igen. Egy, kettő, három, négy. Jó. Oké, akkor... jó. Itt lesz egy. Ez az ilyen előtér, meg mindenféle. Aztán... menj csak, itt legyen. Ez itt jó helyen volt, csak... egy, kettő, három, négy. Aha. Fúha. Ez a kis izi, ez... aha. Hát tudom, hogy mi legyen. Több WC lesz. És a konyha étkező. Ez ilyen vendég WC lesz. Aha. Egy. Kettő, három, négy. Jó. Oké. És akkor lesz egy kényelmes konyhánk, ami étkező is egyúttal. Na jaja, az lesz. Meg egy ilyen... ja, vendégeknek. Ilyen kézmosó WC. Jaja, az lesz. Igen, mégis fönt lesz a... aha. Jó. Majd mindjárt csinálok... lámpát. Jó. Na akkor itt...
Tulajdonképpen itt lehetne a fürdőszoba. Egy, kettő, három, négy, és itt, és akkor ez lesz így a fürdőszoba. A másik a dolgozószoba lesz. Aha, ez jó lesz ilyen fürdőszobának. Szép világos. Aha. Szerintem így. Az lesz. Hú, ajjajajajajajaj. Jó, akkor azt hiszem egy kicsit kijebb mentünk. Jó, akkor az lesz, hogy kiütjük ezt a hármat. Véletlenül azt helyre raktam. Bocsász. Jó. Egy, kettő. Egy, kettő, három, négy, hat, jó. Oké, akkor még ezt így. Egy, kettő, három, négy, jó. Oké, hoppá. Igen, és tulajdonképpen a hálószobából fog nyílni ez a fürdőszoba, ez is egy ilyen nagyobb lesz. Így. Hogy itt nehogy valaki kiessen. Ide falat helyezünk. Jó. Most így a beosztást, így. Most csinálom. Oké. Egy, kettő, három, négy, öt, aha. Akkor ezt így ide rakom, és akkor itt lesz a bejárat a hálószobába. Nem olyan nagy. És akkor itt lesz a fürdőszoba. Ó, jaj, jaj, jaj. Na, most azt le kell bontanom. Plusz költség persze. Semmit mondta. Egy, kettő, három, négy. Jó. Oké. Meg lesz.
Jó. Na itt lesz egy ilyen kis fürdőszoba. Itt lesz egy fürdőszoba. Kettő lesz. Nem pedig csak egy ilyen kézmosó. Az összes létező megbízást elvégeztük. Király! Hát ez így jó. Bár lehetne beljebb is. Mindegy, jó lesz ez. Nézzük csak, hogy a szekrény az hogy megy. Nézzük a szekrényt. Ez a régebbi. Nézzük csak meg. Oh. Jó, jó, oké. Okay. Jó. Megfelel. Na nézzük, szerintem takarítsuk le az ablakokat. Az összes ablakot. Lehet, hogy ugye még csak az íróasztal helyezzük el. A laptoppal. Jó. És három fürdőszoba lesz. Jó. Na. Szépen süt a napocska. Bár hamarosan lehet, hogy le fog menni. Addigra a lámpákat is felrakjuk. Jó. És még a videó végén eladjuk azt a volt irodánkat. Jó, ott medence is volt, de itt nem medence van, hanem tengerpart. Ez itt a különbség. Ez az. Jó. Ja, majd csak. Még itt. Hogy azért itt is legyen egy ilyen ablakos kis... Ó, egész jó lett. Ó, megy le a nap. Gyorsan még. Hogy akkor így... megcsináljuk. Ez az. Na úgyhogy teljesítményt értem el, tök jó. Király. Na úgyhogy újra vannak házak, amiket meg tudunk csinálni. Bunk. Sajátunkénak így megkészítjük. Mízlésünknek megfelelően. És utána eladjuk. És már azért közelítek szép lassan a
az 50 ház eladáshoz, ami az egy nem semmi dolog, teljesítmény. De mindenképpen most így az irodámat átrakom ide. Ó, oda nézzetek! Milyen menő. Ha? Na és itt lesz a konyha étkező. És ugye a nappali. És ugye az előtér. Ja. Ez az. Szépen. Simán. És azért ez 183 négyzetméter. Na, és akkor gyorsan vakarjuk le a koszt mindenhonnan. És persze a radiátorokat is. Á, biztos, hogy néhány kosz, az kint van. Mindegy. Odziher, hogy kint vannak. Ez az. Vakarina. Föltesszük majd a lámpákat is. Már nem látok semmit. Jó. Na most. Itt az ideje a lámpáknak. Milyenek voltak? Ja. Mennyezetinél ilyenek voltak. És akkor... Mondjuk fehérnek, fehér tökéletes. Jó, szerintem azért többet kell vennünk. Hát nyilvánvaló ide az előtérbe kettőt, szódziár, ide is kettőt. Ide egyet. Ez lesz a fürdőszoba. Ma a fürdőszobához nem tudom, hogy kellene egyáltalán. Igen, na mindegy. Felpesdíti az életet. Ez meg az iratokat fogja. Jó. Itt megmarad ez. Szerintem, tudjátok mit? Fürdőszobába nem túl jó egy ilyen. Úgyhogy szépen ezt így ide helyezem. Igen. Aha. Jó. Tökéletes. Ide is kettőt. Majd elhelyezem
Rendesen. Ugye ezeknek szépen el kell úgy helyezni, hogy... Mondjuk ezt lehetne ide helyezni, és ezt ide. Aha. Jó. Ez túl közel van. Másikhoz. Na így jó. Nagyjából. Hát... Aha, da-da-da-da-da. Jó. Igen. És itt is kettő van. Kapcsolók. Kapcsolókat rakunk. Radiátorok is kellenek majd. Kapcsoló. Milyen kapcsoló legyen. Szerintem legyen ez. Hozzá egy ilyen. Jó lesz ez. Oké. Na, hát az egyik itt lesz. Ahogy bejövünk, és már fel is kapcsolom. Hú, de jól néz ki. A másik, hát itt legyen. Itt is lesz egy kapcsoló. Itt meg, itt lesz kapcsoló. Király, nagyon király. És itt... Majd később. Igen. Hát akkor... Hát... itt lesz. Nagyon menő. Király. Itt meg. Hát... itt. Ez így tök jó lesz. Igen, és a fürdőszoba. Ugye itt a fürdőszoba, akkor ez így lesz. Ja, itt még nincs lámpa, jó? Oké. Okay. Fürdőszobákban még nincs. Jó. Akkor nézzük meg a fürdőszobákat. Három fürdőszoba van. Akkor nézzük meg. Lámpákat. Mennyezeti lámpa. És úgy gondoltam, hogy egy ilyet. Ez nagyon menő. Fehér. Jó. Szerintem ez így jó lesz. Ennek nincs kapcsolója még. Jó, oké. Igen, mennyire? Szerintem egy is elég abból. Hói, de menő! Csak ugye ez eléggé lelógos. Mindegy.
Még egy kicsit előre. Aha, ez jó. Jó lesz. Most jön ez, ahol nincs kapcsoló, ugye? Kapcsolót kell szereznünk. Ez jó lesz ide. Tökéletes. Csak a fejbúbom így ér. Kicsit. Így már jó lesz. Jó. Akkor most az lesz, hogy az ajtókat föl szedeljük. Oké? Okay? Ajtók. Ha van többféle ajtó most. Már? Hogy látjátok? Egy pillanat, iszok egyet, mert az kell. Na nézzük. Azt tudjuk, hogy hát mindenhol ilyen lesz. A szabvány. Ez a szabvány. Na nézzük. Így lesz jó. Turu, így. Na. Szerintem ezt egy kicsit beljebb kellene rakni. Így. Ó, tökéletes. Itt meg kívül. Kicsit. Hoppá. Ez egy kicsit. Na jó. Ezek az ajtókkal jól el vagyok. Így? Jó, ahogy van, kész. Nem szórakozunk mi itt. Na, akkor már csak két ajtó van itt fönt. Na, nézzük. Ez így jó lesz. Tökéletes. És akkor itt... Azt nézem, hogy hogy álljon az ajtó. Mindenképpen így kell, hogy legyen, mert máshogy nem tudom. Uh-huh.
Már... Csak nehogy akkor nyissák ki, amikor éppen a... Jó, oké. Okay. Amikor éppen a szekrény van kint. Jó, oké. Okay. Ó, már kell föl a napocska, az jó. Ó, de jó kilátás. Jó. Hát nyilvánvaló. Ezt így... Így itt tesszük. Jó. Ez így megvan, és itt lesz a WC. A vendég fürdőszoba, az ilyen kis... Aha. Lehet, hogy egy kicsit... Mi van akkor, hogyha egy kicsit... kijebb rakom? Jó. Na és az utolsó ajtó... Az így lesz. Király. Jó, ha a lábtörlő az marad. Nézzük meg, mi van alul. Semmi, mi? Aha. Jó nagy ház. Alul nem tudjuk így bekeríteni. Nézzük csak. Nem tudjuk ezt így falak körbe. Vagy csak így. Azt a mindenit. Meg tudjuk csinálni. De minek? Akkor nem tudunk ablakot rakni. Nincs ablak, ugye? Csak ilyen. Nincs ablak, úgyhogy... ennyi. De várj, hát igen, nincs ablak. Hát akkor így lebontjuk. Bár hát nem. Hát ez garázs. Lesz. Ilyen nyitott garázs. Oldalsó széllel. Na akkor nézzük csak meg. Ez marad ez az ajtó. És akkor nézzük meg. Helyezzem ide az irodát. Így van. Áthelyezem. A laptop.
Úgyhogy szépen ide veszek egy íróasztalt. Megnézem, hogy miért. És akkor eladjuk íróasztal. Mindenképpen ő nagynak kell lenni. Mondjuk egy ilyet elfér egyáltalán? Majd mindjárt megnézzük. És így. Aha. De menő! Itt az íróasztalom. És akkor gyorsan a laptopot ide hozzuk. Ide. Tökéletes. Jó. És akkor... Aha. Tulajdonképpen... De ez miért van itt kétszer? Nem nagyon értem, de minden esetre ez egy nagyobb ház, nem úgy, mint ez. Jó, 931. Jó, akkor majd így folytatjuk. Festés lesz majd a következő videóban. Az ez csak egy ilyen kis... Most eladjuk a házat. Mi iroda volt? A házalóház. Még egyszer újra megmutatom nektek, hogy milyen belülről. Hogy legyen valami ötlet, vagy ilyesmi. És nekem ez jó, ez a tengerparti ház. Szépen megcsinálom. Ahogy tudom. De ezt mindenképpen el fogom adni. De még egyszer, miért van kétszer nekem? Hm, mindegy. Ez van. Na. Hát itt vagyunk. Hát a kert az nem annyira szép. Mindegy. Ezt így megcsináltam. Előszoba. Ülőhelyekkel. Itt van ugye a... Ahova mindig itt szoktunk tulajdonképpen végezni így a videóval. Itt szoktam elbúcsúzni. Itt van a hálószoba számítógéppel. Itt ki lehet menni, ott a medence, meg minden egyéb. Majd lehet, hogy majd valamit még csinálok, majd hogy legyen ott is WC. Na itt van egy kicsit szoros konyha. Ahogy látjátok, nagyon szép, remélem tetszeni fog az új látó, vagyis hogy új vásárlóknak. Itt van ugye a nagy szoba, innen is lehet végigmenni, ez egy ilyen ülőalkalmatosság. Itt van a gyerekszoba, minden egyébbel. Hát egy gyerekszobás, tök jó, még a színei is tökéletesek. Akkor itt van a fürdőszoba, ahol ugye itt volt egy kis rejtett. Most azt nézem, hogy ezek mik? Na mindegy. Ez érdekes volt. Ez be van bagolva, figyeljétek. Mit keres ez? Ez a cső itt, meg ez. Na jó, oké, ez az fura. Akkor ideje eladni. Na itt van egy másik hálószoba. Ez azért is jó, mert ki lehet ide menni. Kertbe közvetlenül kert. És látjátok, hogy van egy ilyen kis ide menés is van. Itt van mindenféle pakoló helyiség.
Jó. És itt van a garázs. Garázsból elvettem egy kicsit pindurkát, azt hiszem. Innen. Hogy nagyobb legyen a fürdőszoba. Na lám, és nézzétek meg, itt a fürdőszoba. Király. Szép. Na és ezt mind el fogom adni. De még mindig nem jöttem rá, hogy ez mi? Ez mi itt? Majd szeretném ezt megkérdezni tőletek, hogy ez valami bug? Volt biztos, hogy bug, mert így följönni csöveket még nem láttam. Na mindegy, remélem nem lesz útban az új tulajdonosnak. Jó. Ja igen, ott találtuk el a pénzeket, legalább 1,5 milliót, vagy valami ilyesmi. Na jó. Kicsit zsúfolt, de a következő az már nem lesz. Nagyon szépen megcsináltam. Hát sajnálom eladni, de muszáj a pénz és muszáj változtatni ezen a dolgon. Úgyhogy igen. Még egyszer így ránézünk, és akkor Enter gombot megnyomjuk. Legyen azért egy ilyen kis verseny. Hát ha, hát ez inkább amerikás. Új rekord. 0%-kal emeltük, de azért van rekord 45. Hát nem sok minden volt benne, igaz? Na. És akkor nevezünk aukcióra. 28,8-ért vettük. Igen. És hát akkor így 8 óra. Úgy 8 is. Jó, hát irodának használtuk. Na nézzük. Szépen megy föl, de azért nem annyira. Na. És hát tulajdonképpen 10 milla a profit. Ez még azért egy kicsit. Megvitatás. Hát egy olyan ennyivel. Talán ez így jó lesz. Na, megvitatjuk? 1,5 millióval plusz? Meg lesz az. Nincs ennyi pénzünk, bocsásson meg. Jó, oké, ti szegények vagytok, jó. Lehet, hogy elég lett volna csak 1 millát. Mindegy. Ez is jó. Ajánlott elfogadása. És eladtuk a házat. Nézzétek meg, hogy milyen lett. Hú, szép, szép. Ez a gyerekszoba. Ez volt a garázs. És ilyen lett. Fürdőszoba. Az a kicső, az mit keresett, na mindegy. Ez a konyha. És igen, szépen így megcsináltam. Na, és hát a fotók el lettek mentve. És akkor tulajdonképpen az új irodám ez lesz. Király. Egy ideig itt fogunk lenni. A házaló házát megkinőttem. Na, szóval így ennyi. És nézem, hogy... Mi van most így a... Böngésző. Ilyen 43 házat adtunk el. Az nem semmi. És itt van 972 millió 207.
Tökéletes. És akkor még itt van sok. A házalóháza. Igen, ez jó lesz így. Igen, ezt vettük meg. Irodának. Úgyhogy... Vagy lehet, hogy először majd még ilyen kisebbet, új, de kisebbet fogunk. De még az irodámon fog dolgozni, úgyhogy majd ezt a következő videóban folytatni fogjuk. Ezt meg szerintem eladom. Köszönöm. Na. Ja, nem is kell. Hiszen ez az irodám, úgyhogy minek megyek ki? Innen kell kilépnem. Na, hát innen fogjuk folytatni, és festéssel fogjuk, ugye? És a fürdőszobáknak a berendezésével. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!